Tisztelettel köszöntök mindenkit a szezon első sajtótájékoztatóján, az NB1 első fordulójában, ez a Seger Tavaszkáci VSE 2024. Esetint a vendégcsapat vezetőedzőjét, Tomori Győzőt kérném meg, hogy értékelje a látottakat. Üdvözlök mindenkit! Először is azzal kezdeném, hogy gratulálok az egész csapatomnak. Ez egy óriási küzdés volt ma. Emlékeim szerint itt még nem nyertünk az elmúlt 5 évben. Nagyon örülök neki, hogy sikerült. Végig egy komoly védekezést tudtunk produkálni, illetve ez párosult egy a végére azt hiszem egy közel 50%-os kapus teljesítményen, ami úgy gondolom, hogy döntő dolog volt itt a mérkőzésen. Annak is örülök viszont, hogy támadásban azért már látszik, hogy elég sokat tudtunk előrelépni. Kicsit labdabiztosabb lett a társaság, illetve türelmesebb támadójátékot tudott produkálni a mai mérkőzésen. A védekezésünk az eddig is egész jól működött, arra rá tudtunk rakni még egy lapáttal. Remélem, hogy tényleg fejlődött ez a csapat annyit, hogy ezt az arcát fogja mutatni itt a bajnokságba. A Pallag Petinek meg külön gratulálok, remélem a sérülése nem olyan súlyos, hogy itt mérkőzéseket kelljen kihagynia. Szuper teljesítmény volt így elsőre. Tényleg csak gratulálni tudok mindenkinek. Nagyon vágytunk erre a győzelemre, és sikerült. Ebből kell merítenünk és mennünk tovább. Bízom benne, hogy sikerül majd ugyanazt a teljesítményt nyújtani itt a jövőben. Köszönjük szépen! A vendégcsapat játékosához, Grajszki Gáborhoz fordulnék. Te hogyan érezted magad a pályán, hogy értékeled a látottakat? Hát ahogy az első fordulókon jellemző, egy nagyon fizikális mérkőzés volt, tele érzelmekkel. És ahogy a mester is mondta, a stabil védekezésünkkel és a kiváló kapus teljesítménnyel sikerült begyűjtenünk a 2 pontot. Köszönjük szépen! És akkor Egri oldalhoz fordulni, Kókermond vezetőedző, legyen szíves értékelni a mérkőzést. Először is gratulálni szeretnék. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyert a Dabas. De mindenképp szeretném megemlíteni, hogy szerintem ez volt nekünk az év legnehezebb mérkőzése, vagy legnehezebb mérkőzés kezdése, mivel a csapat tagja, szinte tagja volt, Fónagy Miklós mentősünket elvesztettük kb. Egy hónapja, és most tudtunk ennek tisztelettel adózni felé, egy olyan gyönyörű megemlékezéssel, ami azt gondolom mindenkit nagyon mélyen érintett, de tudtuk, hogy ez nagyon nehéz lesz, ez egy komoly trauma, amit szerettünk volna mindenképpen arra fordítani, hogy ez nagy akaratot vált ki a csapatból, nagy összefogást, egységet teremt. Én azt gondolom, hogy ez meg is lett védekezésben, mert egy sokat dolgozó, sokat brusztoló csapat volt ma. Mögötte szintén én is ki tudnám emelni a legjobb teljesítményt, Tibi nyújtotta rengeteg védéssel. Itt nem volt, azt gondolom, probléma, viszont támadásban valami nagyon ránk nyomta a bélyegét. Bízom benne, hogy nem, vagy nem tudom, hogy mi, vagy bízom benne, hogy külső körülmények inkább, mert ennyi helyzetet, zicsert hazai pályán szerintem még soha nem hibáztunk. Lehet, hogy ellenfél kapusa Pallag Peti volt ennyire csúcsformában így, hogy egyedül maradt igazából, de így nem lehet mérkőzést nyerni, azt gondolom még alsóbb osztályú csapat ellen sem ennyi kihagyott helyzettel. A szívünket kitettük a pályára, mindenki tényleg küzdött azért a célért, amit kitűztünk magunk elé, tényleg itt az elvesztett társunkért. Ezen túl vagyunk, nagyon sajnáljuk, hogy hazai pályán az első mérkőzést nem sikerült, de az első fordulóban én azt gondolom, hogy benne vannak ezek a teljesítmények. Úgyhogy megyünk tovább, hát most kezdődött a bajnokság, máshol majd visszahozzuk ezeket a pontokat. Nagyon sok mérkőzés van, még nem kell csüggednünk, tanulni a hibákból, aztán szépen folytatni a munkát, reméljük, hogy az meg meghozza a gyümölcsét. Köszönjük szépen! És ahogy Tóth Edmund is említette, Balogh Tibor volt az, aki ment hozzájárult a csapat teljesítményéhez. De hogyan érezted magad a pályán? Hát nagyon nehéz mondani. Jó éreztem magam a pályán, és egyben rosszul is, megmondom őszintén, mert
Azt gondolom, hogy a védekezésünk szerintem nagyon jó volt. Egész alapozás alatt erre készültünk, próbálunk összerakni egy nagyon masszív védekezést, és azt gondolom, hogy egész felkészülés alatt ez ment is. Úgymond könnyebb dolgom van egy ilyen védekezés mögött, és ezt tudtuk hozni azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk mérkőzés előtt. Viszont én azt mondom, hogy belülről úgy tűnt, hogy a támadásunkkal sincsen baj, nem kaptunk sok lerónás volt szerintem, annyi, hogy ennyi kihagyott helyzettel nem lehet sehol meccset nyerni. Tehát azt gondolom, hogy a helyzeteink megvoltak, azokat, hogyha ha felét belőjük, már akkor is azt gondolom, hogy nyertes meccs után ülünk most itt, de sajnos ez ilyen nap volt, ez történt, mennünk tovább, nagyon nehéz lesz nekünk a bajnokság. Gratulálni szeretnék a Dabasnak, nagyon nagy küzdelem volt, és sok sikert nekik is, illetve magunknak is. Köszönjük szépen!